Köszöntelek, Jónas és Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus, a Life Numbers életút elemző módszer megalkotója. Nagyon gyakran felmerül az a kérdés, hogy vajon a narcizmus, mint személyiségzavar, az milyen eredetű, honnan ered, miért alakul ki valakiben narcisztikus személyiség zavar, a másik emberben meg nem alakul ki, hogy mi az oka, vagy hová vezethető vissza a narcisztikus személyiség zavarnak a kialakulása. Traumákra, gyerekkorra, gyerekkori traumákra, abúzusra, vagy genetikára, környezeti hatásokra. Nagyon sokan sokféleképpen gondolkodnak erről a kérdésről, és Általában azt terjedt el, és itt a neten is nagyon sokan azt vallják, illetve azt mondják, hogy a személyiség zavarok azok kizárólag csak a szülők hatására, a környezet hatására, a traumatikus események hatására alakul ki. Szerintem vannak nálunk sokkal okosabb, bölcsebb gondolkodók is, és nem csak gondolkodók, hanem olyan orvosok, genetikusok, olyan doktori diszertációval valóban rendelkező, illetve doktori kinevezéssel valóban rendelkező emberek, akiknek ha műveit olvasuk, akkor nagyon sok olyan információhoz hozzájuthatunk, ami nem légből kapott, hanem tudományos vizsgálatoknak, tudományos kísérleteknek a, az eredménye, illetve az összegzése. Volt egy ilyen vélemény, hogy dr. Peter Salermo azt állítja és azt hangoztatja, hogy a narcisztikus személyiség zavarnak az oka genetikai ok, és nem kizárólag a környezeti hatásnak, nem a szülőknek, nem a traumáknak, nem a bántalmazásnak a hatása, és hogy vannak, akik ezt a megnyilvánulását dr. Szalermónak arra használják fel, hogy felmentsék a bántalmazó szülőket az alól a felelősség alól, hogy a gyereküknél mondjuk éppen narcisztikus személyiség zavar alakul ki. És erről volt egy értekezés, egy videó, amit megnéztem, végighallgattam, illetve többször is szóba került ez már más videókban is, illetve hozzászólásokban is. És én is rákerestem a neten erre a dr. Peter Szalermúra. Igazán csak nagyon jó beosztásban lévő, nagy tudású ember, aki kimondottan a narcisztikus személyiség zavarral, illetve a, a traumatizációval foglalkozik. Tehát nem választja külön a kettőt, hanem mind a kettővel foglalkozik, és mind a kettőben bőven van rálátása arra, hogy mi miért alakul ki, illetve mi minek a következménye. Az ő munkásságát megnézve, illetve az ő oldalára ránézve, arra gondoltam, hogy olyan kutatási eredményeket keresek, ami egy kicsit azért mégis közelebb áll hozzánk magyarokhoz, és találtam egy nagyon-nagyon jó könyvet, aminek a borítóját ide a videóba be is teszem. Berecki Tamás és Hoffman Gyula szerkesztésében jelent meg a Gének gondolkodás személyiség című könyv Bevezetés a humán viselkedés genetikába. Az akadémiai kiadó adta ki, és szándékosan hangsúlyozom, hogy az akadémiai kiadó, mert általában tudományos kutatásokon bizonyított tényeken alapuló műveket, dolgokat ad ki ez a kiadó. Tehát ez a könyv a humán viselkedés genetikába vezet be. Több mint 300, majdnem 400 oldalas könyv, ha jól emlékszem rá és nagyon-nagyon részletesen foglalkozik a genetikával, az öröklődéssel, a viselkedéssel, a környezeti hatásokkal, és bizonyos kóros folyamatoknak a genetikai hátterével. Én ezt a könyvet hívom segítségül, és ennek alapján fogok mondani most, illetve nem mondani, hanem felolvasni ebből a könyvből szóról szóra, ahogy le van benne írva a kutatási anyagnak a, a veleje, a, a tömör lényege. A könyvnek a 197. oldalán található egy ilyen fejezet, hogy valóban környezeti-e a környezeti hatás, a környezet genetikai meghatározottsága, génkörnyezet korrelációk. Személyiségpszichológusok már az 1960-as évektől hangsúlyozták, hogy egy adott személy szerepet játszik saját környezetének alakításában, részben azzal, ahogy saját jellemzőivel meghatározott választ vált ki a környezetéből, részben pedig azzal, hogy aktívan megválasztja a közegét, mivel a személyiség, illetve a temperamentum egyes dimenzióival kapcsolatban mérsékelt közepes heritabilitás értéket mutatnak ki a kutatások, feltételezhető, hogy a személyiséggel összefüggésbe hozható környezeti tényezőt, és figyeljetek, a genetikai jellemzőkkel is kapcsolatot mutatnak. Gendler és Baker 55 független kutatási eredményét összesítve különböző környezeti változókat néztek és mértek, és ennek a kutatásnak az eredményeként azt találták, hogy a körny magát a környezetet is genetikai alapon választjuk meg magunknak. A gének nem, tehát nem úgy határozzák meg a környezetet, hogy tételesen, most a, a gén készletünk alapján állítjuk be a személyeket a környezetünkbe, hanem vannak a gén és a környezet korrelációnak, kapcsolatnak három típusa. A passzív génkörnyezeti korreláció, amikor a gyerek csak idézőjelbe elszenvedi a szülők által biztosított környezetet. E környezet jellemzőit ugyanis befolyásolják a szülő genetikai jellemzői, amelyek 50%-ban azonosak a gyermekével. Másfelől az egyén gen genotipusa által befolyásolt, ó, tulajdonságok hatással lehetnek arra, hogy ezekre a külvil, ahogy ezekre a külvilág reagál, ami úgynevezett evokatív génkörnyezet korrelációt eredményez. Harmadrészt pedig az egyén aktívan keresheti is a génjei által befolyásolt sajátosságainak megfelelő környezetet, ez az aktív gén-környezet korreláció. Hogy ezek tételesen mit jelentenek, ezeket fogom most itt elmondani, hogy érthetőbb legyen. Tehát van egy úgynevezett passzív gén-környezet korreláció, tehát a génjeink és a környezetünk közötti passzív kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy csak biológiai rokonság esetén fordul ez elő, tehát gyerekszülő kapcsolatban, a családon belül a szülő nem csak a géneket, hanem a környezetet is örökíti gyermekére, mivel génkészletének 50%-a megegyezik a gyerek génkörnyezeti a környezet a gyerek genotípusával is korrelál. Például az antiszociális személyiség zavar esetében 50%-os heritabilitást lehet kimutatni olyan környezeti hatásokra, mint például a gyerekkori bántalmazás, amik hozzájárulhatnak ugye a személyiség zavarnak a megnyilvánulásához. A szülői érintettség esetén a bántalmazás része a felnőtt kórképnek, tehát ebben az esetben az antiszociális viselkedés asszociációit mutató gének és az azokkal összefüggésben lévő környezeti hatás, azaz a bántalmazás átadódik a gyerekeknek. Tehát itt az a lényeg, hogy amikor a gyerek szülő kapcsolatát nézzük, ugye a gyerek megkapja a szüleinek a génkészletét, tehát a génkészletéből kap 50% apai, 50% anyai génkészletet, így alakul ki nála az ő saját egyéni génkészlete, és ez a génkészlet egy olyan környezetre reagál, amiben az emberek, tehát az anya is és az apa is mind a kettő sajátos génkészlettel rendelkezik. Tehát magyarul a környezeten itt most nem azt kell érteni, hogy a lakás meg a, a természeti környezet, hanem a gyerek szülei, az anya és az apa, ő maguk is génkész, született génkészlettel rendelkeznek, és az anyai génkészlet, illetve az apai génkészlet meghatározza a szülőknek a viselkedését, meghatározza a szülőknek a hozzáállását, gondolkozását, pszichés megnyilvánulásait, meghatározza a gyereknevelést gyereknevelés, gyerekhez való hozzáállásokat, a környezetüknek a kialakítását, és a szülői génkészletnek a megnyilvánulása a bántalmazás, amit a gyerek ellen elkövetnek. Tehát az a trauma, amit a gyerek családon belül megél, az nem csak annyiból áll, hogy anya meg apa jól megveri a gyereket, meg szexuális abuzusban, vagy egyéb bántalmazásban részesíti, hanem maga a bántalmazás az két génkészlettel, tehát két genetikailag génekkel felszerelt emberből indul ki, annak az ő sajátos génkészletüknek a megnyilvánulása, ami mondjuk antiszociális viselkedésben, vagy traumában, vagy, vagy abuzusban nyilvánul meg a gyerek felé. És a gyerek ezt nem választja. Ő ebbe bele születik, hiszen ő is a szüleitől kapja fele-fele arányban a saját génkészletét. Tehát ez egy passzív génkörnyezet, ami a gyerek génkészlete és a szülőkben lévő génkészletek megnyilvánulása közötti korreláció vagy kapcsolat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a környezeti hatás, a trauma az független a génkészlettől mert a szülők is génkészletekkel, génkészlettel rendelkeznek, és annak a megnyilvánulása lesz az, ahogy ők viselkednek, vagy bánnak a gyerekkel. Tehát amikor egy gyerek antiszociális viselkedést tapasztal a szülők részéről, akkor a szülői, anyai, apai génkészletben jelenlévő antiszociális génanyag az, ami megnyilvánul az ők antiszociális viselkedésükben. Van egy ilyen korreláció, ez a második, az evokatív vagy reaktív környezet korreláció, ami azt jelenti, hogy az egyéni saját, sajátosságok jellegzetest váltanak ki a környezetből, tehát adott személy, ha nem is tevékenyen, de létével hatással van bizonyos külső környezeti jellemzőkre. Ez legáltalánosabban azt jelenti, hogy a gyermek veleszületett képességei, például genetikailag befolyásolt temperamentuma hatást gyakorol szociális környezetének tagjaira, és az visszahat a fejlődésükre. Az evokatív gén környezet korreláció független a biológiai rokonságtól Idegenekkel kapcsolatban is érvényesül. Tehát ez teljesen azt jelenti, hogy az adott gyerek, akinek van egy adott temperamentuma, ami genetikailag befolyásolt, tehát van egy bizonyos génkészlet a gyereknek, ennek a gyereknek a megnyilvánulása, a képességei, a viselkedése, az összes megnyilvánulása, valamilyen hatást vált ki a környezetéből. És nem kell, hogy csak a családi környezetet nézzük, hanem nézhetjük idegen környezetet is. Például látjuk, amikor a gyerek például ott van egy boltban, vagy egy játszótéren is mondjuk nagyon idegesítően viselkedik, akkor az ő genetikailag befolyásolt temperamentuma által meghatározott viselkedés valamilyen reakciót, választ vált ki a boltban lévőkből, vagy a játszótéren lévőkből, és azt mondják esetleg, hogy emmán rossz gyerek, vagy anyuka regulázza meg a gyermekét, mert így nem lehet viselkedni, vagy el vannak képedve, és ez a, vise, ez a reakció pedig visszafoghatni a gyerekre. Mert az, aki reagál, ő maga is rendelkezik ugye egy genetikailag befolyásolt temperamentummal, egy génkészlettel, egy hozott programmal, ami alapján fog reagálni a gyereknek a genetikailag befolyásolt temperamentumának a megnyilvánulásaira. Tehát nem lehet annyira leegyszerűsíteni, hogy trauma, meg trauma, meg, meg, meg csak a, a család, meg a család, meg a szülő, meg az anya, meg a halott anya. Tehát ezt próbáljuk meg elfelejteni, és ne ezen az alapon nézzük már a szülőket. Hogy ők azért hibásak, mert rosszul nevelték a gyereket, vagy bántalmazták, vagy traumatizálták, hanem ők ezt azért tették, mert az ő saját velük született, genetikailag befolyásolt temperamentumuknak a viselkedésbeli megnyilvánulása hatására, vagy megnyilvánulása volt az, amivel, amivel bántalmazták, vagy ahogy bántalmazták a gyereket. Tehát a gyerek mögött is ott áll a genetikai háttér, meg a szülők mögött is ott áll a genetikai háttér. Tehát olyan nincs, hogy a gyereknek van egy genetikája, a szülőknek pedig nincsen genetikája. Na nézzük tovább ezt az evokatív vagy reaktív génkörnyezeti korrelációt. A serdülőkori beilleszkedéssel kapcsolatban a környezeti hatások elsősorban az egyedi, azaz nem közös környezeti tapasztalatok elsődleges szerepét fedezték fel. A környezeti hatás, tehát amikor a, a serdülő keres magának barátokat, keres magának különféle csoportokat, akkor ez azt jelenti, hogy az ő genetikai, felépítésének, illetve a genetikailag befolyásolt temperamentumának megfelelően fog magának olyan csoportokat keresni, amelyekkel azonosulni tud, vagy amelyikben jól fogja magát érezni. Tehát, hogyha ezek a csoportok, például bűnöző csoportok, vagy antiszociálisan viselkedő csoportok, vagy alkoholizáló, vagy drogozó csoportok, akkor a fiatal, a serdülő a genetikailag befolyásolt temperamentuma alapján tud beilleszkedni ezekbe a csoportokba, és érzi ott jól magát, mert van valamilyen genetikai program az ő hátterében, ami ebben az antiszociális vagy nem megfelelően működő környezetben, jól érzi magát, illetve kifejeződése juthat. Megállapították, hogy összefüggés mutatható ki az egyén genotípusa és egy környezeti jellemző között. És a harmadik az aktív génkörnyezet korreláció, Amint már a könyvben említette a szerző, hogy az egyén, mondjuk itt a gyerek, aktívan hozzájárulhat ahhoz, hogy milyen környezeti hatások érik, és ez a hozzájárulás esetenként összefügg az egyén genetikai sajátosságaival. A jelenségnek a lényege, hogy a különböző genetikai diszpozíciókkal, például fizikai jellemzőkkel, temperamentum jegyekkel, kognitív stílusokkal rendelkező gyerekek olyan szociális környezetet választanak, amely megfelel egyed -egy eredeti hajlamaiknak és felerősíti azt. Az evokatívhoz hasonlóan az aktív génkörnyezet korrelációhoz sem szükséges genetikai rokonság. A vizsgálatok szerint a társas környezet kialakításában egyre fokozódóbb szerepe van a genetikai tényezőknek. Az életkorral, ahogy halad az életkor, az egyén egyre inkább képes saját maga megválasztani a környezetét, tehát fokozódhat a környezeti tényezőkben érvényesülő genetikai hatás. Tehát a génkörnyezet korreláció jelenségének a feltárása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a környezet szerepéről, hatásáról alkotott elképzelésünk megváltozzon. A környezet nem egy olyan külső tényező, amit az egyén csak elszenved, hanem genetikai jellemzői befolyásolják az egyénre gyakorolt hatását. Csecsemő és gyerekkorban fontos szerepe van a passzív gén-környezet korrelációnak, tehát annak, hogy a biológiai család által biztosított környezet, nem teljesen független a biológiai rokonok genetikai felépítésétől. Az evokatív és az aktív génkörnyezet korreláció nem csak a családon belül, hanem egyéb közösségekben is érvényesül, és az önállóság növekedésével egyre fokozódik a szerepe. Az egyén nem csak a társas környezetét választja meg aktívan, hanem az életeseményekben is kimutatható genetikai, genetikai variancia. Természetesen nem mindegy, hogy milyen életeseményekről van szó. Vannak olyan életesemények, amelyek fölött nincs uralmunk, például a természeti katasztrófánk, ezekkel a gének, tehát a génkorrelációval nem mutat semmilyen kapcsolatot, a, nem mutatnak a vizsgálatok semmilyen kapcsolatot, de azokkal az életeseményekkel, amelyekre az egyénnek befolyása van, például párkapcsolati probléma, vállás, házasságkötés, pénzügyi nehézségek, ezeknél kimutatható az egyén genetikája ö, és a környezete közötti ö, korreláció vagy kapcsolat. A negatív életesemények fontos szerepet játszhatnak a fejlődésben és a pszichopatológia alakulásában. A negatív életeseményeknek való kitettséget a genetika, valamint az egyéni tapasztalatok is befolyásolják. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a, a rossz szülő, a gonosz szülő, meg a halott anya az agyba főbe veri a gyerekét, meg traumatizálja, meg szexuálisan bántalmazza, hanem hogy ezek a negatív életeseményeknek a hátterében ugyanúgy meghúzódnak, a genetikai ö, mintázatok és az egyénnek a genetikai genetikai mintázata alapján megélt élettapasztalatok. A molekuláris genetikai módszereket alkalmazó vizsgálatok megerősítik a korábbi viselkedés genetikai eredményeket, valamint rávilágítanak arra, hogy a környezetében, hogy a környezet esetében azonosítható genetikai hatást az egyén viselkedése, illetve személyiség jellemzője közvetíthetik. Tehát itt az a lényeg, hogy az, hogy a környezet hogy, hogy viszonyul az egyénhez, az egyrészt meghatározza a környezetben élő embereknek a genetikai ö, háttere, Másrészt meghatározza annak az egyének, annak a gyereknek a, a genetikai háttere vagy programkészlete, ami alapján a gyerek viselkedni fog. Tehát, hogyha a gyerek egy álomjó gyerek, mert olyan genetikai alapot hozott, vagy kapott a szüleitől, hogy ő egy nagyon jó gyerek, akkor valószínűleg, hogy erre a nagyon jó gyerekre nem fognak agyba főbe vellek módszerrel öm, reagálni a szülők mivel maguk is egy olyan genetikai alapon vannak, vagy háttérrel rendelkeznek, ami egy normális életvitelt tesz lehetővé. Tehát amikor arról beszélünk, hogy genetikai háttere van, például a narcisztikus személyiség zavarnak, vagy az összes személyiség zavarnak, vagy az összes mentális betegségnek, ami hozzáteszem, nem ered szerhasználatból, gyógyszerhasználatból, balesetből, ö, vele született rendellenességből, súlyos sérülésekből, műtétekből, vagy valamilyen betegségnek a következményeként nem lép fel, hanem már, tehát ezek nélkül is lehet diagnosztizálni egy fiatalnál, mondjuk serdülőkora után, vagy 18 éves kora után a személyiség zavart, és ezek semmilyen ilyen Sérülések nyomán, vagy külső behatások nyomán nem keletkeztek ezeknek genetikai alapjuk van, genetikai hátterük van, és ez feltételezi azt, illetve megmutatja azt, hogy az egyénnek, a szülőknek is, és a, a sérült, tehát a személyiségzavaros zavaros embernek is megvan a maga felelőssége a, ebbe a játszmába, ebbe a narcisztikus játszmába, mert mindenkinek lehetősége van megismerni önmaga és a családja működését, mindenkinek lehetősége van megismerni a saját genetikai jellemzőit, hogy mi alapján viselkedik ő úgy, ahogy viselkedik, és lehetősége van megérteni, hogy az a, az a hatás, amit ő a, a környezete vagy a szülei által megtapasztalt, az is egy genetikai programnak az eredménye. Itt nagyon sokan, illetve hát mondhatják azt az emberek, hogy tehát akkor minden el van rendelve, nem tehetünk ellene semmit, és kész. Hát igen, ez is egy olyan felvetés, mint az, hogy a, csak a szülők általi traumatizáció az, ami okozza, vagy váltja ki a személyiség zavarokat. Tehát magyarul ez mind, mind a két felvetés, ez az eleve elrendelés is, meg a szülői szülőkre való mutogatás is, felelősséghárítás. Tehát az egyén, akinek megvan a maga a személyiség zavaros problémája, az elhárítja a felelősséget magáról a külvilágra, hogy nem tehetek róla, mert ilyen géneket kaptam a szüleimtől. De arról már tehet hogy azokkal a génekkel, azokkal a programokkal ő mit kezd. Ugyanis, hogyha a génkészletünkben rengeteg olyan rész van, ahová mi írjuk be az élettapasztalatainkkal, a cselekedetünkkel, a gondolkozásunkkal, a viselkedésünkkel, a megélt életélményekkel, mi írjuk a sejt emlékezetet? és ez, 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 beépül az utódoknak a, a génprogramjába, akkor ezért mi vagyunk a felelősek. Tehát, hogyha egyszer tudjuk, hogy hogy működünk, és ennek ellenére, és hogy, hogy ebbe a működésbe mi is részt veszünk, mert mondhatjuk azt, hogy igen, ez egy hozott program a szüleinktől, amit én már nem akarok tovább csinálni, és megvan a módja a lépései, hogy, hogy hogyan tudok ebből a programból kilépni. Rugalmas annyira a genetikai rendszerünk, a dns hogy van ott még bőven hely, ahová mi fogjuk beírni azokat a programokat, amit majd a. Az utódaink, a gyerekeink és azok gyerekei kapnak tőlünk. És gondoljunk arra, hogy azokért a dolgokért már minket fognak hibáztatni. Tehát akkor már mi hiába fogunk visszafele mutogatni, hogy a szülők, meg a nem tudom én kicsoda, ott már a gyerek és az unoka miránk fog mutogatni, hogy de igen, az apám, az anyám, meg a nagyapám, meg a nagyanyám. Ebben a genetikai kutatásban van egy nagyon érdekes rész, ez az epigenetikai kutatás, aminél egyértelműen kimutatták, hogy például, hogyha van egy, nagy, van egy nő, és az mondjuk legyen ő elvira, elvira gyereket vár, és az a gyerek történetesen egy kislány. Tehát az elvira pocakjában, kislány magzat van, aminek a petesejtjei már akkor, a csírái már akkor kialakulnak, amikor a kislány, a, a lány magzat még az anyukájának, az elvirának a pocakjába van. Tehát azok a hatások, környezeti hatások, amik elvirát érik, azok érni fogják, a lánymagzatot és a lánymagzatban fejlődő pete sejteket is. Magyarul az elvirált ért hatások, traumák, stressz, minden egyéb más, betegség és éhezés és nyomor és mindenféle, azt annak a sejtemlékezeti részét, transzgenerációs részét nem csak a pocakiában lévő lányának adja át, hanem még az unokájának is átadja. És ez így folytatódik generációról generációra. Tehát nagyon nehéz azt megállapítani, vagy legalábbis így laikusként, hogy mondjuk az az utód anyukától, apukától, apai nagymamától, anyai nagymamától, vagy azok sok-sok Elődre visszamenő ősöktől kaptak egy programot, amit, ami valami miatt fennmaradt, mert valami miatt adaptív volt, hozzájárult a túléléshez. És ha hozzájárult a túléléshez, akkor megjelent a genetikai programba. De attól kezdve, amikor már nem szolgálja a túlélést és az utódok szaporodását, sikeres felnevelését, attól kezdve a program nem eltűnik, maladaptívvá. Nem jól használhatóvá, nem jó eredményeket adóvá válik. És itt van az adott egyénnek a felelőssége, hogy felismerje azt, hogy mi az, ami nem adaptív, hanem maladaptív az ő életében. Milyen konfliktusok, nehézségek, kudarcok, sérelmek vannak, milyen bántásokat okoz másoknak, mert az már egy rosszul működő programnak az eredménye, amit ő visz tovább. És ezeknek a programoknak a megállítása, illetve a felülírása az már az adott egyénen múlik. Tehát nem mondjuk mindig azt, tehát nem kell azt mondani, hogy igen, mert az a halott anya, aki nem jól reagált a gyerekére. De az az anya, aki nem jól reagált a gyerekére, genetikailag meghatározott temperamentumánál fogva reagált ugye, a gyerekére, ahogy, és az a gyerek pedig genetikailag meghatározott temperamentumánál fogva viselkedett úgy, ahogy arra az ő drága anyukája reagált. Remélem világos volt ez a nehéz videó, és még fogok erről beszélni, erről a genetikai dolgokról, mert számomra is nagyon-nagyon érdekes dolgok ezek, mert ö, nagyon. Ö, határozott kijelentés hangzott el arról, hogy a genetikánk az csak hajlamosít arra, hogy valaki személyiség zavaros legyen, de a környezet az, amelyik ráteszi a pecsétet, tehát ez volt a lényege, és ami példa fel lett hozva, hogy a fegyvert a genetika tölti meg, de a környezet húzza meg a ravaszt. Öh. Igenis, meg nem is. Tehát egyrészt magát a fegyvert, a szemét a genetika tölti meg, tehát genetikailag meghatározott temperamentumom van, amivel születek egy adott környezetbe. Annak az adott környezetnek is van egy genetikailag meghatározott temperamentuma, ami az én megnyilvánulásomra reagál úgy, ahogy reagál. Tehát, hogyha a környezetem meghúzza a ravaszt, akkor az azt jelenti, hogy a fegyvercsőben lévő genetikai programomnak a megnyilvánulását tette lehetővé a környezetem, vagyis ha meghúzom a ravaszt, kiröpül a golyó a fegyvercsőből. Tehát azzal, hogy a környezet valahogy reagál rám, megmutatkozik az én genetikai hátterem, az én genetikai programom. De ha abba a fegyverbe nincs golyó, a környezetem hiába fogja a ravaszt húzgálni, nem fog kijönni a fegyverből semmi. Tehát, hogyha nincs meg az a genetikai program a fegyver Őben, amit ha meghúz a környezet, a ravaszt, az nyilvánvalóvá válik a golyó. Ha ez a golyó nincs ott, tehát ha nincs génprogram program mögöttem, akkor hiába, tehát akkor én sem vagyok, mert nincs genetikai program. Akkor nincs minek a ravaszát meghúzni a környezetemnek. Mert ha nincs gyerek, akkor nincs kit abuzálni, nincs kit bántalmazni. Tehát elég nagy stílű, és nem átgondolt ez a példa, hogy, hogy a genetika adja, a, vagy tölti meg a fegyvert a környezet, meg meghúzza a ravaszt. Próbálja úgy elsütni a fegyvert, hogy nincsen genetikailag megtöltött program. Nincs, ami nyilvánvalóvá legyen. Tehát a környezetem, csak azt fogja nyilvánvalóvá tenni, ami a genetikai programomban benne van, és a környezetemnek a hatására fog az én génprogramom különböző mértékben, illetve súlyossági fokban megnyilvánulni. Jó környezetben valószínűleg kevésbé jönnek elő a rossz dolgaim, rossz környezetben, rossz genetikai környezetben, amivel a szüleim rendelkeznek, ott valószínűleg a rosszabbik formát fogják belőlem kihozni. És arról is vannak tanulmányok, méghozzá nagyon friss tanulmányok, hogy például a narcisztikus személyiség zavart, az elkényeztetés, tehát a túl jó, túl óvó, túlféltő környezet, az egyik az, ami kiváltja a narcisztikus személyiség zavar ő, kilenc tünetéből azt a bizonyos ötöt, amivel az adott illető rendelkezik, és a nagyon rossz környezet, vagy a nagyon rossz genetikai háttérrel rendelkező környezet az, amelyik példát ad arra, hogy abból a kilenc tünetből melyik lesz az az öt, amelyiknek a gyerek a legsúlyosabb, vagy a súlyosabb fokát fogja a környezet felé visszatükrözni. Ugyanis ez is mindig elhangzik nagyon sok videóban, hogy ami bennem van, azt tükrözöm ki a környezet felé, illetve a környezet azt tükrözi vissza hozzám. Tehát, hogyha a gyereknek borzalmas a magaviselete, a magatartása, a megnyilvánulása, környezetéhez való viszonyulása, ennek van egy genetikailag meghatározott temperamentum háttere, aminek a megnyilvánulása ez a nagyon rossz fajta viselkedés, amire a környezet az ő genetikai hátterével, ha egyszer visszatükrözi a, gyerekét, a gyereket, akkor valószínűleg ő is egy rossz reagálást fog, vagy egy, egy negatív reagálást fogadna a gyereknek a rossz viseletére is. lehet, hogy a gyerek éppen kap egy fenekest, vagy a kezére csapnak, vagy felpofozzák, vagy valami más hasonló. Tehát itt sokkal mélyebb és sokkal fontosabb dolgokról van szó, mint az, hogy valaki mit gondol a dolgokról. Vagy mi az egyéni véleménye, vagy mi az egyéni véleménye annak hatására, hogy esetleg valaki, akinek nincs is pszichológiai doktori fokozata, és nincsen semmilyen pszichológusi és egyéb ö, szakmai, kimondottan szakmai ö, háttere, hogy annak a gondolatait szajkózzák állandóan, vagy pedig tényleg olyan kutatásokra, eredményekre támaszkodnak, és olyan, olyan valóban doktori diszertációval és fokozatokkal rendelkező szakembernek a kutatásaival érvelnek, akinek tényleg van mit letenne az asztalra.